A város közgyűlése még 2021 nyarán döntött arról, hogy az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és a kulturált személygyűjtés érdekében a hulladéktároló edényeket épületen belül vagy közterületen zárható építményben kell elhelyezni. Mivel az ilyen kültéri tárolók létesítése a DTKH 50%-os támogatása ellenére is plusz terhet jelentene a lakóközösségeknek, utána jártunk, milyen költséghatékony megoldások léteznek a városban. Balla Éva, Árpád városi közös képviselő, az Árpád körút 19-es számú társasház három lépcsőházában is megmutatta, hogy a hulladékgyűjtő konténereket épületen belül el tudják helyezni. Ahogy belépünk a társasházi lépcsőházi bejárati ajtónál, rögtön jobbra található egy olyan helység, amit kifejezetten kukatárolóként használunk. Itt első körben nyilván a háztartási hulladékokat gyűjtjük, és megérkeztek hozzánk a szelektív kukák is. Régen szelektív sárga zsákokba gyűjtöttük a hulladékokat. Először nagyon nehéz volt megtanulni a lakóknak, hogy pontosan mit kell szétválogatni. Hosszú tanulási folyamat volt, de most már úgy nagyjából 2 év alatt azt gondolom, hogy ez most már teljesen jól működik. Fali újságra kiszoktuk pakolni a szelektív naptárnak azt, hogy mikor viszik, de igazából nálunk a kukáknak a kihúzási feladata a takarítóra hárul. Balla Éva azt is elmondta, hogy a kukatároló helyiség a kezdetek óta létezik, és ott bőven elférnek a kommunális és szelektív hulladékgyűjtő konténerek. Ez még egy kicsit régebbi típusú építésű épület. Itt még úgy alakították ki a kukatárolókat, hogy van elég hely hozzá, és így, hogy szelektíven elkezdtük gyűjteni a hulladékot, ezáltal a háztartási hulladékunk lecsökkent, így egy kicsit tudtunk spórolni a társasház javára a szemétszállítási díjjal is. Léber György közös képviselő egy 6 lépcsőházas, szemétledobóval rendelkező Battyány utcai társasház példájával mutatta be a konténer elhelyezést. Itt is az eredetileg kukatárolónak épült helyiségeket használják. A szemétledobóval rendelkező társasházaknak mindegyikében van egy kukatároló, amit ugye vannak házak, akik megszüntették a szemétledobót és esetleg kiadták, vagy biciklitárolásra használják. Ezekben az épületekben ez nem történt meg, jelen pillanatban is a személygyűjtő edények vannak benne. Korábban is, tehát itt már 14 óta folyik gyakorlatilag szelektív gyűjtés a kezdetektől fogva. A szelektív zsákokat gyűjtöttük először a kukaledobókba, és hát a szemétledobó helyiségekbe, onnan került lehordásra minden 2 hetente szerdán a ház elé. Ez most annyiban változott, hogy ide kaptunk ugye 1100-as szelektív edényeket, nem a ház elé, hanem ugye rendszeresen a takarító minden nap gyakorlatilag lehordja hát egyelőre még sárga zsákokat, de hogy elfogy majd mindenféle átlátszó műanyag zsákban, mert hogy abból bírjuk megállapítani, hogy csak szelektív hulladék van benne, lepakolják a szemétledobóba a tulajdonosok, és onnan takarító minden nap lehordja, és akkor így kényelmesebb, nem bűzölög, higiénikusabb is a tárolása ezeknek az eszközöknek, vagy ezeknek a zsákoknak. Ezek a paneltípusú épületek eleve akkora tárolókkal rendelkeznek, amelyekben kényelmesen elférnek a legnagyobb 1100 literes kommunális és szelektív hulladéktárolók. De vannak kisebbek, amik később építettek, vagy 5 emeletesek házak alatt is ilyen 110-es ajtók vannak a szeméttárolókon. Ott is elfér a 770-es, tehát azon az ajtón is még a 770-es edény pont beúszható. Ahol meg nem, ott 240-eseket kértünk a szolgáltatótól, és jelen pillanatban a 240-esekkel több konténerre, de kihúzható, tehát bírjuk így ezt kezelni. Azt is megkérdeztük a közös képviselőktől, hogy a lakóközösségeket zavarja-e bárhogy az épületen belüli tárolás. Én úgy gondolom, hogy nem, mert aránylag egy picit messzebb vannak a lakások, és ráadásul még egy ajtóval csukható is. Tehát gyakorlatilag a szagokat így el tudjuk kerülni, hogy bekerüljenek a lépcsőházba. Ezek teljesen utcára nyílnak, tehát egyáltalán nem zavarja őket, illetve hát a szemétledobók ezek korábban is működtek, abba helyezik el a szelektív zsákjaikat. Ez mondom, akár egyszerű átlátszó konyhai kukás zsák, abba beleteszi a kis műanyag dolgait, és akkor kiteszi a ledobóba. Tehát semmiféle plusz költséget, plusz kellemetlenséget nem jelent. Nem került plusz költségbe a kukatároló építése, semmiféle plusz terhet, költséget nem okozott a lakóknak. Ez ugye, most mint tudjuk, több millió forint is lehetett volna akár lépcsőházonként.
De nem csak a több évtizedes Árpád körúti épületeknél léteznek kukatárolók, eredetileg a panelházakban és a lakótelepen is rendelkezett minden lépcsőház erre alkalmas helyiséggel, ez igaz az új építésű házakra is. Az új építési társaságoknál, ugye, legalábbis ahol én képviselő vagyok, mindegyikben vannak kukatárolók, és akkor a kukatárolókba elhelyezzük a szelektív gyűjtésre alkalmas edényeket. És én a Boróka Parkot tudom mondani, ott ugye a gyárt, vagy hát a kivitelező 240-es edényeket telepített, lecseréltük a 240-eseket 770-es kommunálisra, és akkor így befért egy másik 770-es szelektív, és akkor ebből végül is a szelektív gyűjtést megoldottuk, egyszerűsítettük. Az új építésű társasházaknál gyakran előfordul, hogy külön bejárattal rendelkezik a kukatároló, mint például itt, az Őz utcán. Ott is kifejezetten kukatároló helyiségként az alaprajzon is így szerepel, és az viszont teljesen külön van a lépcsőháztól. Ahogy belépünk, ott balra egy zárható fémajtóval vannak a kukák elkülönítve, és ott viszont egyáltalán nem észlelhető, tehát még csak az a pici szag sem, ami egyébként máshol észlelhető lenne. A meglévő tárolóknak köszönhetően ezeknek a társasházaknak az érvényben lévő helyi rendelet szerint tehát nem kell kültéri tárolót építeniük, mivel a beltéri tárolókat nem adták ki albérletként üzletnek vagy raktárnak, a közösségek sok plusz költségtől menekültek meg. Mindenféleképpen az a célszerűbb véleményünk szerint, amennyiben a társasház a saját területén meg tudja oldani a kukáknak a tárolását, ugyanis ez esetben ugye elkerülhető a idegen hulladéktárló edény mellé helyezése mindenféleképpen, és mindenféleképpen higiénikusabb körülményeket lehet teremteni a közterületen is, ami a társasháza közvetlen környezete. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a már meglévő edényzet mérete miatt nem tudja megoldani egy közösség, hogy a gyűjtőkonténer bekerüljön az épületbe. A DTK Nonprofit Kft. Ugye két megoldást is tud erre az esetre. Az egyik megoldás, hogy segítenénk az edényeknek a méret optimalizálását. Tehát igyekeznénk olyan méret tartományt kialakítani a hulladéktárolásra, amely bent is tárolható lenne a társasház területén. Ez egyik megoldás lehet, a másik pedig, amin a közeljövőben gondolkodunk, hogy sűrűsíteni fogjuk a szelektív hulladékok begyűjtését a társasházas övezetekben. A kollégáink közvetlenül fogják keresni a társasházakat, egyrészt azért, hogy a zárható kukatárolók kérdését tisztázzák, hogy ezt külterületen vagy pedig az ingatlanon belül tudják megoldani. Másik esetben pedig önmaguktól is kezdeményezhetnek ilyen megkeresést az ügyfélszolgálatunk felé. A beltéri elhelyezés nagy előnye tehát a költséghatékonyság, a felmerülő gondokkal kapcsolatban pedig a DTKH szakemberei tudnak segítséget nyújtani. A lényeg, hogy vagy így, vagy úgy, de közösen tehetünk azért, hogy ne alakuljanak ki szeméthalmok a konténerek körül, a guberálók és a szemetüket illetéktelenül odahordó emberek miatt.